Újvidéktől mintegy 35 kilométerre. A csúrogi Holtiszától nem messze gyűltek össze az emberek vasárnap, hogy először tisztelegjenek az új emlékmű előtt. Sokan eljöttek a néhai áldozatok gyerekei és unokái közül is. A Csúrogon született Petrovics Ilona családjából 8 férfi lett a partizánok áldozata. 1934-ben születtem Csúrogon, 10 éves voltam, amikor Csúrogra rászakadt az ég, úgyhogy a lelki szemeim előtt vannak azok a borzasztó napok, amit akkor átért a csúrogi magyarság, meg amit átéltünk. Nem is tudom, hogy mondhassuk-e, hogy átéltük, mert visszacipeljük a lelkünk a végig, amit azt a borzalmat nem éltük át, csak megvagyunk. Az ön számára mit jelent ez az emlékmű? Mit jelent az, hogy ez idén felépült? Az én számomra talán annyit, ha jól érzem, hogy közelebb kerültünk egymáshoz, és a megbékélés talán a megbékélés jele, de ugyanakkor ez egy vér és könnyáztatott darab föld. Tehát semmilyen emlékmű, semmi azt nem bírja pótolni az, ami itt lejátszódott, mert azok az emberek, akik ide el vannak ásva százával, több százával, annyi sóhaj, annyi fájdalom, annyi kín szállt az égig, hogy egy ilyen emlékmű ezt nem bírja pótolni. De minden esetre ismétlem magamat, hogy talán közelebb kerültünk egymáshoz, megbékéltünk egymással, vagy szabadabban gondolkozunk, vagy beszélgethetünk, vagy elfogadjuk egymást. Szerintem ennyit. És mit gondol, hogy milyen további lépéseket lehetne még tenni a még teljesen megbékélés felé? Ilyen, hogy, tehát én mindig azt szoktam mondani, ilyen kártérítés, vagy kárpótlás, vagy nem tudom én, hogy vagyon visszaszármaztatás. Én azt mondtam, hogy mindent visszaadhatnak nekünk, de egyet soha senki. A gyerekkorunkat, 10 éves voltam, amikor Zsabja felé vittek bennünket a lágerba, reggeltől estig ott kintáltunk nyakig érő hóba. Nem tudom, hogy sokszor kérdeztem minket, hogy elsírtuk még magunkat, hogy fázunk, vagy éhesek vagyunk, vagy miért állunk itt. És mikor odaértünk, amikor mentünk Zsabja felé, hogy vittek bennünket, ott a főútnál, ott volt a házunk, és abban a pillanatban a gyerek, vagy a kis eszemmel az játszódott le az agyamba, hogy ha visszajövünk, vajon akkor így találunk mindent, ahogy most hagytunk, vagy de azt, csak azt nem tudtam, hogy oda soha, de soha többet nem megyünk. Voltam azóta, elvezettem a fiamat is megmutatni, hogy hol laktunk, meg az utcánkból végigmentem, meg látom a nyomaimat, hogy játszottunk ott a lábnyomaimat, és nagyon fájó. Mivel lehet jóvá tenni egy édesapát nekünk a családból? Az én édesapámat nem ütötték vagyunk, de 8-at a családból kivégeztek. Bűntelen. Egy se volt bűnös, ezt én 10 éves voltam, én nagyon emlékszek, mindegy. 8 férfi rokont? 8 férfi rokont, igen. És ezt mivel lehet kárpótolni? Mivel lehet ezt jóvá tenni? Mondja csak meg nekem. Teleki Júlia az édesapját vesztette el itt 1944-ben. Szerinte ez a megemlékezés egy olyan gyásznap, amit mindenkinek tisztelnie kell. Ma 20. alkalommal emlékezünk meg a halottainkról. De első alkalom az, hogy a hátunk mögött áll egy emlékmű, amit szeretném megköszönni a VMS-nek, hogy ezt elértük, hogy segített abban, hogy valóban legyen egy méltó emlékmű, hogy ne jöjjön köröztje a szeméten, hanem méltóság teljesen emlékezhessünk meg. Nekünk itt parkot ígértek, nekünk fákat ígértek és gyepet ígértek, tehát egy emlékparkot. Sajnos emlékpark még nincs, de ott olyan szeretnék elérni, mint a szertemplom, ami nagyon szép a szertemplom, pravoszláv szertemplom előtt van egy nagyon szép emlékpark. Ott fák vannak és fű van, és ugyanolyan szeretnék itt is. Nekünk megígérték, parkot ígértek, parkosítást, parkot az autóknak, parkingot, ez még nem következett be. Ezt a helyet valóban egy emlékparkká kell alakítani, ennek a helynek kell egy gazdája lenni, aki rendbe teszi, aki rendet tart itt,
ez az emlékhely nem a fiatalok randalírozása van, hanem egy emlékhely, egy méltó emlékhely, hogy tiszteleteljesen megemlékezzünk halottainkról. Minden emlékezés az egy gyász. Én, amikor kijövök ide, mindig olyan, mint a temetésen mennék, mint az apámat most temetnék. Ez egy gyásznap, és ezt mindannyiunknak tisztelni kell. Igaz, hogy a halottak nem itt vannak eltemetve, ott a szeméttelep alatt nyugszanak, a paré alatt, de akkor is ez a hely most méltó hely. Nem vagyunk a Sáron körül, nem megyünk, és itt lehetünk, és azt hiszem, hogy aki eljött, igaz, nem sokan vagyunk, de akik itt vannak, azért jöttek el, hogy fejet hajtsanak az áldozataink előtt. Ezek az áldozatok, a magyar nemzetnek az áldozatai voltak, és ezt soha nem szabad elfelejteni, ők mindannyiunknak az áldozatai, nem csak a miénk hozzátartozóké, hanem a magyar nemzetnek az áldozatai is, ezt tiszteletbe kell tartani. A szerb kormány technikai okokra hivatkozva még mindig nem törölte el a csúrogi, mozsori és zsabjai magyarokat kollektív bűnösnek nyilvánító 1945-ös határozatot. A három falu összes magyar lakosát kitelepítették, háborús bűnössé nyilvánították, és kivégezték vagy gyűjtőtáborba szállították. Fájdalommal gondolunk halottainkra, a vajdasági magyarság ellen 1944-45-ben levezényelt jugoszláv partizán vérengzés legalább 3000 környékbeli áldozatára, a délvidéki magyar közösség további több tízezres ártatlanul megölt tagjára. Férfiakra, asszonyokra, aggasztjánokra és gyermekekre egyaránt. 2 évvel ezelőtt ugyanezen a helyen tartott beszédemben elmondtam, hogy míg az 1941-42-es magyar katonai és csendőri tömeges megtorlások főbűnösei elnyerték méltó büntetésüket, addig a megtorlás magyar áldozatainak tömegsírja felett a hozzátartozók által emelt emlékműveket, kereszteket rendszeresen lerombolták, bemocskolták, megszentségtelenítették. Hiányoltam akkor, 2011-ben, hogy a szerb parlament még nem hozta meg azt a történelmi jogszabályt, amelyben hatálytalanította volna a vajdasági magyarságot kollektív bűnösséggel megbélyegző háború végi közigazgatási határozatokat, megtagadva az ártatlanul kivégzettektől és utódjaiktól a jogos rehabilitáció és kárpótlás lehetőségét is. Tisztelt emlékező gyülekezet! Az elmúlt 2 évben nagyon sok minden történt a magyar-szerb megbékélés jegyében. 2 éve még szinte elképzelhetetlen volt, hogy a megbékélési folyamat lendületet vegyen, akárhogyan is, még ha a méltó körülmények kialakítása befejezetlenül maradt is, de elkészült ez az emlékmű. És nem a gazzal, szeméttel és állati ürülékkel borított terület közepén állunk most. Európai jelentőségűnek nevezhető, hogy a szerb törvényhozás a Vajdasági Magyarok Szövetsége kezdeményezésére és a szerbiai haladópárt indítványára politikai nyilatkozatban ítélte el a kollektív bűnösség elvét, és rendkívüli pillanat volt, amikor fejet hajtott itt a magyar és a szerb államfő. Akkor azt hittük, ez az első lépés meghatározó lesz a két nép megbékéléséhez, és hamarosan számtalan további követi majd. Ehelyett azt láttuk, hogy egyre másra tett gesztusaink válasz nélkül maradnak, a szerbiai társadalom tudatában és a szerb médiában az önvizsgálat, a gaztettek beismerése helyett a hős partizán romantika és a magyar fasiszta gonosztevők hamis sztereotípiája nemigen oldódik. Most itt állunk értetlenül. Szerbia Magyarország erőteljes támogatásának is köszönhetően hatalmas lépést tett az EU integráció felé. De ez nem csak gazdasági integráció, hanem a jog és az igazságosság térsége is. Ugyanakkor Szerbia legfőbb méltóságai által a nyilvánosság előtt tett ígéretek és az azóta tartó folyamatos hitegetés ellenére nyoma sincs a csúrok, zsabja és mozsor magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó határozatok hatályon kívül helyezésének. Azt mondják, csak technikai okok miatt késik. A nemzeti tanácsokról szóló törvény alkotmányossági és jogtechnikai vizsgálat alatt áll, akadozik a rehabilitációs és restitúciós folyamat, bizonyára szintén technikai okok miatt.
Több mint egy éve előzetes letartóztatásban lévő fiatalok ügye sem halad előre, és a nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint szintén technikainak, eljárásjoginak nevezhető okok miatt, ami a terhükre rótt cselekményekkel nem tűnik arányosnak. Egyházaink szolgái továbbra sem rendelkeznek társadalombiztosítással. Habár még az előző elnök, illetve kormányzat hozott erről jogszabályt a választásokat megelőzően, talán emögött is technikai okok állnak, húzódnak meg, és még hosszan sorolhatnánk a hasonló jellegű ügyeket. Bízom benne, hogy mindezen technikai okok nem állnak össze egészé, netán politikailag. Így hát bármennyire értetetlen és abszurd, de a köztársasági elnökökhöz hasonlóan most mi ugyanúgy olyan ártatlan áldozatok előtt hajtunk fejet, akikre a szerbiai jogrend kollektív bűnösként tekint mind a mai napig. Ugyanígy értetlenül állunk emlékműveink meggyalázása előtt, és az a körüli hallgatás előtt is. Részvét, együttérzés és politikai ideológiai elhatárolódás nem hallatszik. A központi vagy központi irányítású hatóságok határozott fellépését, a bűnüldöző hatóságok eredményességét nem érzékeljük. Krisztus nemrég fejnélküli teste előtt állunk most, amit szorgos kezek hála nekik helyreállítottak. De továbbra sem tudjuk, hogy kik és miért gyalázták meg. Megdöbbenéssel láttuk, hogy néhány nappal a délvidéki magyar Golgotáról való megemlékezés sorozatunk előtt a szabadkai Zentai úti temetőben lévő emlékművünket is meggyalázták. Észrevétlenül ellopták a több ezer szabadkán legyilkolt, ártatlan áldozat szenvedését szimbolizáló több száz kilogrammos vergődő madarat. A részvét, az együttérzés és az elhatárolódás kérdése valójában csak Pásztor Bálint parlamenti napirend előtti felszólalása miatt került a napirendre, hosszúnak tűnő, kínos hallgatás után. Emlékezzünk! De ne csak az elmúlt dolgokat idézzük fel, hanem keressük az igazságot, a kárpótlással is beteljesülő teljes rehabilitációt. Ne hagyjuk, hogy a megbékélés folyamata megtorpanjon. Emlékezetünk erejével és számtalan szerb jó akaratú barátunkkal együtt kölcsönösen tegyünk meg mindent közös jövőnk sikerességéért. A magyar kormány elkötelezett híve a megbékélési folyamat következetes végvitele mellett, és szerb oldalról is elvárja ugyanezt. Úgy véljük, hogy gyászunk közös. Mi nem csak a partizán vérbosszú ártatlan magyar áldozataira emlékezünk ma, hanem a háborús bűnösök által az újvidéki razi alatt legyilkolt ártatlan szerb és zsidó áldozatok emlékét is felidézzük. S részvéttel és megbánással gondolunk a csúrogi, zsabjai és mozsori ártatlan áldozatokra is, a Topalov raktárban elkövetett gaztettekre is. Bízom benne, hogy egykor minden olyan helyen, ahol ártatlan áldozatok emlékműve van, beleírta az újvidéki razi ártatlan áldozatának állított Dunaparti emlékművet is, közösen fogunk gyászolni ártatlan áldozatainkat, mártírainkat. Tiszta szívemből kívánom, hogy nyugodjanak békében mindannyian. Csúrogon működik egy Razia 1942 nevű szerb emlékegyesület, amely a délvidéki hidegnapok szerb áldozatainak emlékét ápolja. De nem csak azt, hanem minden második világháborús ártatlan áldozatét is. Az egyesület részt vett a 42-es Razia és a 44-es megtorlások csúrogi emlékműveinek felállításában is, de ezzel még nem ért véget a feladatuk. A csúrogi megemlékezések 19 éven át egy szerény keresztnél történtek. Idén sokan szinte hitetlenkedve fogadták a júniusban kialakított emlékhelyet. Mit gondol erről a megemlékezésről? Mennyire más most ez idén, mint tavaly, vagy bármikor ezelőtt? Korábbiak meghatóbbak voltak, de ez ünnepélyesebb. Sokkal, de sokkal ünnepélyesebb volt. Gyönyörű volt a hegedű muzsika benne, az másik pedig itt most kész. És mégiscsak a szerb állam készített ezt az emlékművet, egy kész emlékművet. Valami más ez. Ez egészen más, mint eddig volt. És nagyon ünnepés volt. Önnek személyesen mit jelent ez a megemlékezés? Miért jött el ma? Édesapám itt van valahol elhantóval. Tehát azért én azért jártam ide. Ez most már 20. alkalom.
Azért jártam ide rendszeresen, hogy megemlékezzek apám előtt. 33 éves volt, mikor agyonverték. Itt, Csúrogon? Itt, Csúrogon lett agyonverni. Egyébként ő földvári volt, ide hozták át agyonverni. És állítólag leöntötték petrolommal, megjutották őket. És ön személy szerint mikor tudna végre megbékélni? Mi lenne önnek a teljes jó tétemény? Nem lehet az bepagni. Nézze, csak elveszett egy gyerekkor. Én 11 éves koromban napszámba jártam. Egy gyerekkor elveszett. Ki akarja, hogy bírják ezt nekem bepótolni? Nézzem a gyerekeimet. Nagyon nagy szükségük van a szülőkre. Nekem is szükségem lett volna, nem volt. A csúrogi emlékműveket júniusban Áder János magyar és Tomislav Nikolic szerb államfő avatta fel. Együtt hajtottak fejet a II. Világháborúban ártatlanul kivégzett magyar és szerb áldozatok előtt Csúrogon, a Sintérgödörnél és a Topalov raktárnál. A halottak pontos száma mindmáig bizonytalan. Az idei megemlékezések felemásra sikeredtek. Több mint két héttel ezelőtt tűnt el Szabadkáról az úgynevezett vergődő madár szobra, amit a Zentai úti temető jelöletlen tömeg sírjánál állítottak fel még 1994-ben. Az idei megemlékezés a csaknem négy mászás bronzszobor hűlt helyénél zajlott. Gyertyákat, mécseseket gyújtottak az emlékezők az október 19-én ellopott vergődő madár helyénél és az áldozatok nevét őrző táblák előtt. Kihez jöttek ki ide? Sok ismeretlen, de szívünkbe ismerősök. Valamennyien. 44-ben. Épp most mesélem a hölgynek, hogy az édesapám is itt lett volna közöttük, hogyha nem megyünk át. És a közvetlen a háború végét ott éltük át Pesten, de ismerve a körülményeket, kénytelen lettem volna ide járni ki a családi emlékeket őrizni. Hát remélem, hogy egyszer méltó emléket fognak hivatalos szervek itt felállítani. Amióta itt van, és akkor most miután megtudtuk, egy 20 éve sincs, hogy itt van, azóta kijárunk ide. Tiszteletadásra addig nem tudtuk, hogy hol van, addig azt hittük, hogy elhurcolták valamire, de itt most már tudjuk, hogy itt van kint, és ezért járunk ide ki. Mindig meg annyi a tiszteletet neki. Hát már nagyon régen úta mindig, és akkor elvitték ütetszegén büntelenül, de nem ütetelem, nagyon sokat, akit én ismerek, akit tudom, itt van a nevük, még mindenkit, vétett még a lénynek se, de ha volt, az akkorjában tudja, hogy volt, hallott róla, azért mondom, ez így van, bizony, mit csináljunk, kigyűvünk így minden évben egy kicsit, akkor van az a ünneptartás. Önben milyen érzések vannak most? Hát, ez talán nem politikai, de gazdaságilag, hát az csak a kriminálához tartozik, kellemetlen dolog. Nekünk ez még emlékezőknek nagyon sokat jelentett, mert ahogy ő, mi szimbolunk, a vergődő madár. És úgy vergődünk, így mindig. Az én nagytatámhoz jöttem. Csak a hallásból tudom, hogy ő is 44-ben el lett hurcolva, és kivégezték, és én őhozzá, vagy azért jövök ide. Ja. Ez a nenám, ő neki az édesapja. Sokak szerint egyszerű köztörvényes bűncselekmény a vergődő madár ellopása. A szobor helyét az éleple alatt észrevétlenül meg lehet közelíteni. A vajdasági magyarság politikai képviselői azonban elégedetlenek a szerb rendőrség erőfeszítéseivel, és azt is kifogásolják, hogy a szerb kormány nem ítélte el azonnal az esetet. A mulasztásnak is üzenete van. Így fogalmazott Pásztor István, a VMS elnöke, amikor arról kérdeztük, hogy a vergődő madár ügyében szinte semmi sem történt. Hogy mindegy, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy a dolgok a helyére kerüljenek, a helyére fognak kerülni, mert addig nem hagyjuk abba. A szerb parlament ugyanis még mindig nem helyezte hatályon kívül a Csúrog, Zsabja és Mozsor magyar lakosait kollektív alapon háborús bűnösnek nyilvánító 1945-ös határozatot. Erre már pedig ígéretet tett Szerbia vezetése Áder János magyar államfő júniusi látogatása során.
Ivica Dačić szerb kormányfő szerint ők jogszerűen szeretnék ezt végrehajtani, ehhez azonban idő kell.